nem csak, hogy hazánkban látogatott, hanem itt van velünk a Star stúdiójában a világ egyik legnépszerűbb írója, az orvosi thrillerek koronázott és koronázatlan királya, aki, hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt van velünk, Robin Cook, jó reggelt kívánok, good morning, sir! És Juhász Géza szinkrontolmát segíti a mi beszélgetésünket. Mi magyarul fogunk Emiliával beszélni azért, hogy jól értsük, illetve hogy önök is jól értsék a beszélgetést. Robin, 5.-6. alkalommal van nálunk Magyarországon, és tegnap kóstolta meg először a gulyást. Yes. Ön is tévedhet ezek szerint. Milyen volt? Nagyon ízlett. Meglepődtem, sokkal korábban kellett volna ilyet ennem. Bizony. És nagyon-nagyon finom volt. Az ön könyveit lefordították legalább 40 nyelvre. Elmegy most Csehországba, elmegy Lengyelországba. Bostonban él, Massachusettsben, az Egyesült Államokban. Nyilván nem a legnagyobb piac, szóval Magyarország. Mégis, hogyha, mivel tudjuk, hogy a magyar egy nagyon olvasott nép, az ön könyveit mi jobban szeretjük, ugyanúgy szeretjük, mint cseh vagy lengyel barátaink, vagy kevésbé? I think the Hungarians like my book better than any other place. Én azt hiszem, hogy a magyarok jobban szeretik a könyvemet, mint bárhol máshol. Hungary might be my best country. Azt hiszem, hogy a lakosság számot tekintve Magyarország lehet a legjobb országom. Nagyon sok helyen csökken az olvasók száma, de Magyarországon folyamatosan magas. A legújabb könyve, amit itt népszerűsít, minden könyvében a legfontosabb, legújabb orvostudományi kihívásokkal ismerteti meg az olvasót. Ebben mi a kulcskérdés, mi izgatta legjobban? Charlatans, it's about the fact that the social media is affecting our culture. Arról szól, hogy a közösségi média befolyásolja a kultúránkat. And including its effect on medicine. So, és ez befolyásolja az orvostudományt is, és ezért szerintem ez egy nagyon jó téma volt az új És mi a személyes válasza erre? A közösségi média kihívásaira, az orvostudomány legújabb kihívásaira. Well, what I was trying to do in Charlatans is amit a charlatánoknál megpróbáltam elérni, az volt, hogy megpróbáltam megváltoztatni azt, hogy hogy tanítjuk az orvostudományt, és maga a történet nagyon meglepő, hiszen az emberek nem tudják, hogy mi fog történni a történet folyamán, de az orvostudomány nagyon sokáig, évszázadokig nem változott, és most egy nagyon érdekes könyvet sikerült írni, és ez elgondolkoztatja az embereket, elkezdenek gondolkozni az orvostudományról. Készül egy könyvre, tehát nyilvánvaló, hogy ön, mint orvosi thrilleríró nem leül, aztán megírja, hanem közismert önről, hogy akár hónapokig kutat. Tehát most nem akarok nagyon hogy vicces lenni, de például egy egyszerűbb műtétet már el tudna végezni orvosként is, amennyit készült. Yeah, well, you know, it took many years to become a surgeon. Természetesen nagyon sokáig tartott, hogy én sebész legyek. De körülbelül egy év alatt írok meg egy könyvet. De a legtovább a kutatást tart, amíg felkészülök a könyvre. De egy könyv írás az elég nehéz. Sokan nem tudják, hogy nem könnyű könyvet írni, de maga a könyv írás az 2 hónap, körülbelül 8 hónap a felkészülés, a kutatás. Ha éppen mély pont van és nincs ihlet, akkor mivel zökkenti ki magát? Well, I get inspiration because just about every day when I pick up the newspaper, there's an article about medicine. Szinte minden nap, amikor megnézem az újságokat, van egy cikk az orvostudományra, és jelenleg nagyon gyorsan változik az orvostudomány, sajnos nem a jó irányba.
változik. Ez egy nagyon-nagyon nagy üzlet, ez a világ legnagyobb üzlete lesz. És fel kell tenni a kérdés, hogy mi az orvostudomány szerepe, hogy profitot termeljen, vagy pedig, hogy az embereken segítsen. Akkor, amikor említette, hogy kinyitja az újságot, és minden nap egy új inspirációt kap, akkor még nem is mondtuk azt, hogy kinyitja a televíziót, és ránéz a tévére, ahol gyakorlatilag az orvosi krimi szappanoperák, vagy sorozatok, tévésorozatok gyakorlatilag ránk zúdulnak a televízióból. Nézi-e őket, olvassa-e a konkurenciáit, olvassa-e azokat, akik szintén orvosi krimiket írnak, tanul-e tőlük, ön már látta-e más kollégájánál, hogy tanult öntől, hogy szépen fogalmazzak, szóval, hogy figyeli-e a piacot, hogy így mondjam. Oh, very much so. In fact, igen, nagyon is. Illetve a saját céget is alapítottam, és mi is tévéműsorokat és filmeket fogunk gyártani, és ennek én részese leszek. De hozzá kell tennem, hogy a Coma című könyvem megváltoztatta azt, hogy jelenítik meg az orvostudományt a tévében. Addig mindig szörnyűség volt, mindig félelmetes volt, de úgy gondolom, hogy a Kóban tényleg megváltoztatta azt, hogy bemutatják az orvostudományt. Azon kívül, hogy mindig nyilván új témái vannak a könyveinek, ahogy fejlődik az orvostudomány, maga a krimi műfaja is változik? Pörgősebbnek kell lennie most egy könyvnek, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt? Well, yes, in the sense that, igen, abban az értelemben, hogy amit a biotechnológiában fejlődést elértünk, rájöttem, hogy a közönség nem érti, hogy ők nem ismerik, hogy milyen fejlődés történt az orvostudományban, és én ezért döntöttem arra, hogy ezekről írok. Én most éppen a géntechnológiáról írtam, nem tudom, hogy éppen erről hallottak. Ez egy nagyon-nagyon érdekes technológia, és rengeteg ígérete, nagyon ígéretes technológia, de ugyanakkor nagyon veszélyes is tud lenni. Tehát a thrillerek nem lehetnek csak a pozitív dolgokról, a negatív dolgokról is kell szóljanak. Lehet, hogy a legrosszabb embert kérdezem ebből a szempontból, de önnek a saját titka micsoda? Mert aki elkezd könyvet írni, nagyon-nagyon sokan krimivel kezdenek, és nagyon-nagyon sokan elhasalnak. Az ön könyvei pedig szárnyalnak gyakorlatilag bármelyik nyelven, ahol lefordították. Ön saját magának a titkát megfejtette már? Miért érdekesek ennyire az ön történetei és könyvei? Well... I think it's because the subject matter. Én azt hiszem, hogy a témaválasztás miatt. Hiszen mindnyájan betegek leszünk egyszer. Mindnyájan potenciálisan veszélyeztetettek vagyunk. Mindenki kicsit fél az orvostudománytól, de mindenki reméli, hogy ott lesz, hogy megmentse. Olvashatunk egy sorozatgyilkosról, vagy egy nagy fehér cápáról, és akkor eldöntetem, hogy nem megyek be a tengerbe, megpróbáltam elkerülni a sorozatgyilkosokat, de azt olyat nem mondhatok, hogy soha nem megyek orvoshoz, és soha nem megyek kórházba. Itt Magyarországon, de világszerte is probléma az, hogy egyre jobbak az orvostudomány technikái, viszont egyre drágábbak, ezért a gazdagokhoz eljut, ők meg tudják fizetni, a szegények meg nem jutnak jó ellátáshoz. Erre mi lehet a megoldás Európában vagy világszinten? That's really the problem. Igen, ez valóban egy probléma, és ez egy világot átölelő probléma.
interested to the, you know, United States people. Mikor elkezdtem írni, azt hittem, hogy csak az amerikaiakat fogja értékelni, amikről én írok. De az egyik legnagyobb problémája az egészségügynek az, hogy üzlet vált belőle. És éppen ezért profitot akarnak maximálni. És éppen ezért ahelyett, hogy az orvostudomány az emberekről szólna, inkább arra szól, hogy profitot termeljen a befektetőknek. És ez egy visszatérő története, visszatérő eleme az összes könyvemnek. Két kérdést tennék fel egybe, ahogy Tündéri műsorvezető társam már nem is a könyvről meg a krimiről kérdezte, hanem gyakorlatilag orvosi szakkérdést tett fel. Meghallgatják-e, kikérik-e az ön tanácsát ilyen kérdésekben, ami nem könyv, nem krimi, nem nyomozás, illetve a legtöbb visszajelzést kitől kapja? Orvosoktól, olvasóktól, nyomozóktól, családtagjaitól? Kik a legfőbb kritikusai? Well, it's pretty even. Eléggé kiegyensúlyozott. I have a lot of readers who are nagyon sok olvasom van, akik fizikusok, akik ápolónők, és így tovább, de az olvasóim nagy része sima átlagember. And that's actually who I'm directing my books to. És én nekik írok. De biztosra kell mennem, hogy nagyon életűek legyenek, és nagyon pontosak legyenek a történeteim. Hiszen, hogyha egy sebész, egy szívügyi sebészetről van szó, akkor nagyon fontosnak kell lenni. Folyamatosan ír, dolgozik, utazik, remek formában van. Mi a hosszú élettitka? Well, athletics has always been important to me. Az atlétika mindig fontos volt számomra. I've always worked out all the time, and és mindig edzettem, és még egy ilyen úton is, amint van egy szabad órám, visszamegyek a szállodába, és edzek egy órát. A könyvében arra is nagyon figyelek, hogy az olvasóim rájöjjenek, hogy nekik is nagyon fontos szerepük van abban, hogy milyen az egészségük. Azt tudjuk, hogy hány könyvet adott el, hogy hány nyelvre fordították le, de van statisztikája arról, hogy hány ember halt meg a könyveiben, hogy hány nyomozó dolgozott az ügyön, hogy egészen pontosan mik a statisztikák ezzel kapcsolatban? Investigations. I'm not sure. I know exactly what you mean. How many people died in your book? Do you have any statistics about it? You know, I've never really thought about that. Ezt még sose gondoltam át. There have been. I've written a couple of books about outbreaks. Actually, I wrote a book called Outbreak. And a certain number of people. Gyárványokról írtam már. I also wrote another book in a certain sense that was a serial killer. Írtam már egy sorozatgyilkosról is, aki egy ápolónő volt, és az ápolónő gyilkolta a betegeket, de ez része a thriller. Ha már ennyire tetszik a hazánk, elképzelhető, hogy egy gulyásleves a következő regényében a nyomozó például gulyáslevesevés közben találja ki, hogy kell elkapni a gyilkost? Visz-e valamit Magyarországról haza, megtetszette valami? All right, well listen, I'll tell you this. I will promise in my next book that someone will eat some goulash. Great. Amit most meg tudok ígérni, hogy a következő könyvben valaki fog gulyást tenni. Jól értettük azt, csak hogy rögzítsük a saját hiúságunk miatt, hogy ötletet adtunk a könyvéhez, és ebből a stúdióból hazavisz egy jelenetet a következő könyvébe? Oké. Okay. Szaván fogjuk olvasni, és viszont látjuk itt a stúdióban. Megtiszteltetés volt, hogy itt volt számunkra. Jó tartózkodást! Thank you very much. Thank you so much. Well, thank you very much. Thank you.